A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm a kedves nézőket Solymártól Makóig, Karcagtól Perbálig. Európa végleges leigázása folyamatban van. TTIP-pel, transzatlanti gyarmatosítással, menekült áradattal, görög tűzvésszel, pénzügyi válsággerjesztéssel, ukrajnai háborúval, gázfüggéssel. És önön maradék nemzeti mivoltának eltiprásából az Európai Unió, a NATO és az uzsorás világrend egyéb eszközei révén az oroszokon kívüli Európa önként és dalolva, vagy lapítva, esetleg vicsorogva, de kiveszi részét a pénzügyi háttérhatalom által megvásárolt, a szervezett magánhatalom által kitartott névleges uralkodó osztálya, na és a médiaméte, a bulváráfium, a kereskedelmi mákony és a hitelcsapda révén, amelyet ez az ördögi rabszolgatartó rend kiválóan üzemeltet. És ha valaki bírálni merészeli, szembeszáll vele, rögtön megkapja a náci, fasiszta, antiszemita, nyilas, szélsőséges, rasszista, fajüldöző bélyeget. Holott a mi fajtánkat üldözik, írtják. Nagyon is jól kitervelten. És megvan hozzá minden szükséges eszközük, pénz, fegyver, tömegbutítás. Jól előkészítették. Volt ugyebár határőrségünk. Leszereltették nagy csinnadrattával, nehogy megvédhessük határainkat. Volt ugyebár honvédségünk. Szétzüllesztették. A maradékát pedig Irakba, Afganisztánba küldték. Most pedig az iszlám állam ellen, mely iszlám államot pedig éppenséggel a nyugat, az USA, Izrael és Szaúd-Arábia hozta létre, Szíria elleni szabadságharcosnak álcázva. Nem déli határainkra kellene inkább küldenünk az általunk fizetett zsoldosokat? Hiszen özönlik hozzánk Afrika, Ázsia népe, a nyugat elől, nyugatra. Nem a magyar-ukrán határ megerősítésére kéne küldenünk az adónkból fizetett zsoldosokat? Elvégre a NATO tavalyi kijevi puccsával kirobbant ukrajnai polgárháború elérte már Kárpátalját, és nem áll meg Záhonynál. Ahogyan a második és a harmadik ukrán front sem állt meg 1944-ben. A két ukrán front a második világháborúban eltörölte hazánkat. Elmentünk mi ugyebár egykoron a Donkanyarig, és aztán a donkanyariak viszonozták látogatásunkat, ideiglenesen nálunk állomásozva közel fél évszázadon át, amerikai és brit, jaltai támogatással. Elmentünk 2001-ben az afgán halálkanyarig, és most ők látogatnak meg bennünket. Elmentünk a Tigris és az Eufrátesz kanyarig, Irakba, és most ők jönnek hozzánk. Magyarország támogatta az arab tavaszt, viháncolt Szaddám és Kadhafi meggyilkolásán, Líbia és Szíria demokrálásán, liberálásán, és most onnan és rajtuk és rajtunk keresztül tódulnak Európába a földrészt újra népesítő, az előregedő, kihaló őslakosokat, fehér benszülötteket, hagyományaikkal, hitükkel kín szülötté tevő új európaiak. József Attila idején legalább a fortélyos félelem igazgatott. Ma kapkod, irányítani képtelen, és örülhetünk, ha életben hagy bennünket. És a végén megint a Don kanyarban, a Donyec kanyarban találjuk magunkat, és folytathatjuk az átöltözködést, mint tizedes meg a többiek. Méltó befejezéseként egy másfél évszázados történetnek, amely a kiegyezéssel kezdődött, azzal, hogy összeállt a magyar nemzet a hóhérával. Nem ezt teszi most is, akarva, akaratlanul, gyávaságból, közönösen.
saját trianoni hóhéraival szövetkezett, saját elveszejtőinek kegyeit lesve, idegen érdekeket szolgálva hozza önön nyakára a vészt. Nyírő József, akinek porait is meghurcolták, írta halála előtt számkivetettségben. Akármennyire küzdök is ellene, belső összeomlás fenyeget. Az a veszedelem, hogy magunkban vagy utódainkban megszűnünk magyarok lenni. Lélektani folyamat ez, amellyel önmagát veszítheti el mindenki. Nem is szándékosan, hanem az események és életkényszer a körülmények hatása alatt. Talán azzal kezdődik, hogy egyszer csak nem jut eszedbe egy magyar szó. Ha meggondoljuk és látószemmel látni tudunk, rá kell döbbennünk, hogy mindez főképpen és elsősorban a saját belső összeomlásunk következménye. Minden egyéb pedig ennek az érvénye. Mint mikor ősszel az életerő a fákban megszakad, és önmaguktól hullanak le a levelek. A lehullott falevélnek nem jut eszébe, hova tartozott, és feledi, hogy csak azon a fán tud dacolni szelekkel, viharokkal és az élet megpróbáltatásával, amelyből kihajtott. Mihelyt azonban a fa eleresztette, örökre vége lett, mert megszűnt köztük a belső, a lényegi összefüggés. Ugyanez érvényes ránk is. Látnoki utolsó szavai voltak ezek Nyírő Józsefnek, akinek saját földjén még a minden embert megillető végtisztesség sem juthatott ki. Feltűnő, hogy az Euró-Antant által mindig támogatott szerb hatóságok miért éppen és miért csak a magyar határa kísérik, terelik, segítik a menekülteket, nem pedig a sokkal közelebb fekvő szerb-boszniai, szerb-horvát határa. Noha a szerb-boszniai határvidék, hegyvidéki terepe sokkal inkább átjárható. Gavrilo Principék is itt mentek át Szarajevó felé kirobbantani az első világháborút. Mi több, Szerbia Boszniában önmagával határos, elvégre a számára nyitott, saját bábállamaként dédelgetett és a NATO által alapított boszniai szerb köztársaság a szomszédja. A menekültek azon keresztül könnyen bejutnának a belső határok nélküli Bosznia-Hercegovinába, onnan pedig tovább Horvátországba, Szlovéniába, vagyis az Unió területére. De nem, a menekült áradat a maradék Magyarországra tódul, holott a horvát határ is közelebb van Belgrádhoz a szerémségben, és ugyanúgy zöld, mint a miénk Szeged alatt. A szerbek hagyományosan, nem önként ugyan, szokás szerint Euró-Antant parancsra, de kárörvendve és nagy pénzekért felénk irányítják, szállítják a jól szervezett, suskával bőven ellátott menekülteket. Tám mert a horvátok még őrzik határaikat, védik földjüket, amiért az elmúlt háborúban annyit áldoztak. De nem csak emiatt. A menekültek előre kijelölt útvonala Magyarország. Ha már másképp nem bír velünk a globális pénzügyi háttérhatalom, ha már sem az utcákon, sem a bankokban nem tudta megtörni népünket, hát most megteszi a mű népvándoroltatással. Söpörjön el minket ez a népáradat. Elvégre két kis európai állam, két nagymúltú nemzet áll e pillanatban a háttérhatalom útjában. Görög és Magyarország. A görögök szívósabbak, agyafúrtak. Ott jobb és baloldal egyaránt görög és nemzeti, nehezebben megosztható. Ez kiderült a globális uralom évek óta tartó pénzügyi támadásakor is. Amidőn a balkáni, macedóniai és albániai felfordulások Görögországot is súrolták, sokat jártam hellén földre. Életem első könyve, amit kisiskolásként szüleim könyvtárában elolvastam, is görög volt, az ókori Hellászról szólt. Felnőtt fejjel aztán viszont láthattam az évtizedekkel korábban belém rögződött nevezetes helyszíneket, Termofülétől, Maratontól, az Olimposztól és Olimpiától, az Akropoliszig, Spártáig, Trójáig, Tébáig, Delfoig. Latin görög irodalmi nyelvtani tanulmányaim egyik története az igazi görög lélekről, bátorságról, csökönyösségről szól. A példázatban Fülöp makedón király, Nagy Sándor apja, aki legázolta az egymással is vetekedő, egymást gyöngítő görög városállamokat, fenyegető levelet ír és megadásra szólítja fel a dacolni merészelő spártaiakat, akik még ellenállnak.
Ha seregemmel Spártába érek, végetek. Így a makedón uralkodó üzenete. Lakónia lakóinak lakónikus válasza. Ha. Lévén a ha időhatározó és feltételes mód egyben. Igazi spártai tömörséggel. Valódi görög lélekre vall. Alig ha élte túl a levél kézbesítője a tisztelt címzett dühét. Egyszer alkalmam volt részt venni egy görög különleges honvédelmi alakulat hadgyakorlatán Észak-Görögországban. A görögök Ciprus és sok egyéb más okán ellenségüknek számító, bár a NATO okán meg velük szövetséges törökök esetleges támadásának elhárítására készültek fel. Feltűnt, hogy a hadgyakorlat bemutatóinak minden egyes részletét egyszerre két katona hajtotta végre. Ketten összefonódva ugrottak például toronymagasságból a mélybe, ketten rohamoztak, és így tovább. A parancsnok magyarázta el nekem, hogy ez a görög harci nevelés fontos része. A társ tudattal erősítik a katonák harci szellemét, hogy érezzék a csatában is, nem egyedül magukra hagyatva maradnak az ellenséggel szemben. Szorosan velük van bajtársuk, akire támaszkodhatnak, aki segíti őket, és persze fordítva. Ezért sem bír a globális pénzügyi háttérhatalom, ez a rabszolgatartó uralom a görögökkel. Akármilyen oldali jobb, vagy mint most éppen bal az aténi kormány, kis engedményekkel, kiváló színjátszással ugyan, de csak nemzeti érdekek mellett tör lándzsát. Ügyesen egymásba kapaszkodnak, bajtársi tudattal. Időt nyernek kormányválságokkal, választásokkal, népszavazásokkal, utcai rendbontásokkal, ahol persze tüntető és rohamrendőr ugyanazt képviseli, Görögországot. A förtelmes mostani világrend ellen, amely kizsigereli a földet, rabbá teszi az emberiséget, és elpusztítja az emberi műveltséget, becsületet, hitet. A görögök most is, mint évezredekkel ezelőtt, a hazájukat védik, mint Termofülénél és a maratoni síkon, s a becsületükért küzdenek, mint Trója alatt. Láttam annak idején, hogyan tiltakoznak például a görög gazdák, nem óvatoskodva félpályás útlezárással. Lezárták a legfőbb utakat, pályákat, minden kijárót gépeikkel, amelyeken fekete zászló lengett, megdöbbentő, rémisztő, fekete zászló erdő. És a gazdák elérték, amit akartak földjük és gazdaságuk védelmében. És hogy lusták, érdemtelenül kaptak a magyarnál jóval nagyobb fizetéseket, nyugdíjakat, segélyeket? Az 1990-es években az Olimposz lábánál egy kisvárosba vetett a sors útitársammal. A település nem a tengerparton feküdt, vagyis az idegenforgalomból kevésbé élhetett meg. Az emberek a földeken dolgoztak, kiviültetvényeken, szőlőtáblákban, gyümölcsösökben. A rettenetes hőség ellenére egész családok hajlongtak pirkadattól naplementéig. Este felé elmentünk a helyi vendéglőbe vacsorázni. Mi voltunk az első vendégek, és sokáig az egyetlenek. Nem is értettük, kinek forog a nyársakon az a sok birka, kecske. Utazók, turisták nem jönnek ide rajtunk kívül. Átmenő forgalom sincs, akkor kire számít a derűs görög forgattyús? Aztán naplemente után elkezdtek szállingózni a vendégek, egész földműves családok együtt. Egy-egy nagy asztalnál közösen a nagy család, a nemzetség, minden korosztály. Lemosakodva, átöltözve, megfésülködve az egész napi közös munka után. De mert senki nem maradt ki a mezei munkából, nem volt, aki megfőzze a vacsorát, hát este étterembe mentek. Jutalom is volt ez, felüdülés, erőgyűjtés másnapra. És közösségi élet. A vendéglő pedig kiváló, otthoni színvonalú, megfizethető. Összegyűlt a nép, még a helyi görög-keleti tiszteletes is tiszteletét tette, és együtt evett, ivott, dominózott, malmozott, Istenben tisztelt híveivel, akik végül már annyian lettek, hogy a vendéglő előtti, amúgy forgalmas főutca fél pályáját is terített asztalok és családok töltötték meg. Ahogy elnéztem, a félpályás útlezárást a járművek vezetői nem vették zokon. Éjfélkor aztán indul a görög aludni, hogy pirkadatkor folytassa munkáját kinn a földjén, az Istenek otthona alatt, az Olimposz aljában.
és mivel a világot majdnem egészében uraló pénzügyi, bankbiztosító, multi hatalom nem tudta teljesen megtörni a görögöket, és nem foszthatta ki csodaszép országukat 100%-ig, addig mesterkedett, hogy most tönkretéve Görögországot félpénzért vagy ingyért megszerezze a görög zsákmányt. De nem hinném, hogy Hellász kései, hősei hagynák ezt. Értünk is küszködnek, Kárpátosz és Kosz szigetekig. A globális uralom ilyen sorsot mér mindenkire, aki ellenkezik. Tönkretenni, föllázítani a lakosságot, demokrálni, liberálni, piacgazdálni, felszabadítani, privatizálni, ezt tudja féktelen kapzsiságában. Mert ennek a pénzügyi világhatalomnak, tulajdonosainak, működtetőinek és kiszolgálóinak már megvan mindenük, több is annál. De beteges uralomvágyuk, rögeszmés falánkságuk viszi tovább őket újabb és újabb országok meghódítására, nyersanyag, erőforrások, hitel és árupiacok, rabszolgák szerzésére. Ez a gonosz rend helyi lerakatai révén azért is robbantotta ki az arab tavaszt, hogy újabb rabszolgatömegekhez jusson. És ez az oka az ukrajnai háborúnak is. Ukrajna erőltetett uniós és NATO csatlakoztatásával fehér európai rabszolgák milliói lepik el a nyugati rabszolgapiacokat. Hiszen szerencsétlen ukrajnai ukránok, oroszok, ruszinok, magyarok menekülnek hazájukból, amelyet kitervelten, módszeresen tesz tönkre a globális háttérhatalom. Jól képzett szakemberek, mesterek, agyak és kezek milliói lepik majd el Európát, akik ráadásul fehérek, fehér benszülöttek. Értékesebbek a bankok a multik számára, jobban megfelelnek a német tisztasági törvénynek. És az ukrajnai rabszolgák milliói azáltal, hogy olcsóbban adják el magukat, mert kénytelenek, nos, leszorítják majd a kelet-európai rabszolgák bérét, és általában a dolgozók bérét nyugaton. Hiszen az ukrajnai rabszolga fele annyiért is dolgozik, mint lengyel, magyar, horvát vagy román rabszolgatársa, mert még a fele annyi nyugat-európai bér is többször annyi, mint amit odahaza Ukrajnában kap. A munkabérek leszorításával, amely már is megindult nyugaton, a bankok, a biztosítók, a multik még hatalmasabb haszonhoz jutnak. Ezért is kellenek a sokkal olcsóbban dolgozó bevándorlók, de persze közülük is a képzettek, az európaiak. Most magyarok, lengyelek, csehek, holnap ukránok, és ha sikerül a háttérhatalomnak bedarálnia orosz és fehér Oroszországot is, akkor fehér benszülött európai rabszolgák 10 millióihoz jutva, valóban a most még sokkal versenyképesebb, ezért a tőkevonzó, beruházást csábító, alacsony kínai bérek alá szoríthatja a nyugat-európai béreket, vagyis a bevándorolt rabszolgák fizetését. Az ukrajnai egyetemek, szakiskolák előtt tolonganak a multik munkaerő toborzó ügynökei. Könnyű ígérniük, mert a 100 eurós ukrajnai fizetéshez képest még 1000 euró is álom. Az unión belül pedig már oda jutottunk, hogy a Kelet-Európába települt nyugati cégek otthoni nyugati anyavállalatai a bevándoroltak bérét sokalva s lenyomva kelet-európai leányvállalataiktól viszik buszon, saját cégüktől, saját cégükhöz házon belül a rabszolgákat, akiknek nem kell nyugati bért fizetniük, elvégre vállalaton belüli kiküldetésről van szó. Nem is kerül sokba az utaztatás, az emeletes ágy, és hétvégére hazaviszik a dolgozót, aki valamivel többet keres, napi díjjal, pótlékkal, mint odahaza, ugyanannál a vállalatnál. És mindezt a globális rabszolgatartó rend megteheti, mert bár az Unió arról szólna, hogy kiegyenlítse az európai tagállamok közötti különbségeket, és ezzel megelőzze az összeütközéseket, valójában a különbségek nemhogy csökkennének, nőnek, mert az Unióban csak az árak egyenlítődnek ki kötelezően, a béreket szinten tartják. Ugyanazért a munkáért, teljesítményért, színvonalért, minőségért, mennyiségért, ugyanolyan szakképzettséggel, ugyanazon nyugati multicég kelet-európai vállalatánál harmad, negyed, esetenként ötöd annyit fizetnek a kelet-európai dolgozónak. Mi ez, ha nem rabszolgatartás? Egy cégen belül, egy földrészen, egy műveltségi körben, egy szövetségi EU-NATO rendszerben, egymás szomszédságában.
Addig, amíg az Európai Unió kötelezővé, törvényé nem teszi, hogy legalább az unión belül ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért fizessék, ha már a megélhetés költségeit, az árakat kiegyenlítették, nos, addig ez a rabszolgatartó világrend marad, és még nagyobb hasznot hajt a bevándoroltatásokkal, a bérek leszorításával, a rendszert működtetőknek, tulajdonosoknak, felügyelőknek, rabszolgaajcsároknak, rabszolgakereskedőknek. Egykor nem volt ilyen különbség rabszolga és rabszolgatartója között, mint ma. Az ebben szabad, demokráciában élő, jogokkal rendelkező dolgozó és a legtöbbször láthatatlan tulajdonosi, beláthatatlan uralmi rendszer, átláthatatlan hatalmi szerkezet, áttekinthetetlen, szoros, bonyolult, birtokosi, politikai és nem ritkán alvilági összefonódás között. Ma az Unióban az állattartást szigorúan szabályozzák, az embertartást nem. A bevándoroltatás, a gerjesztett népvándoroltatás nem csak a béreket szorítja le a minimál bérre, munkaerő túlkínálatot előidézve. Egyúttal pótolja az alacsony születésszámok miatt előregedő, kihaló, nyugati, fehér benszülött lakosságot. És növeli a fogyasztók, a hitelfelvevők számát, fölhajtja a szolgáltatások, vagy például a bérlendő ingatlanok, lakások árát nyugaton. Aki innen tőlünk elvándorol, mert nem tud itt megélni, sőt, nem élhet biztonságban, az nyugaton fizet már adót. A nyugati államokat gazdagítja tudásával, ügyességével, szorgalmával, amit pedig itthon szerzett meg, a mi adónkból is. Nyugaton vásárol, ott fizet a szolgáltatásokért, a hazai kormányok által rég elköltött nyugdíjalap helyett az ottani kormányok által rég elköltött nyugdíjalapokat növeli befizetésével. És kérdés, hazajön-e egyszer, mert lesz-e haza, hova jönnie? 1947-ben így fakadt ki számüzetésében Vas Albert. Ha arra gondolok, hogy ez a sok tehetséges ember idegenbe kényszerül vinni ötleteit, munkáját és képességeit, sírni szeretnék. Lehetséges az, hogy a magyarság kivesse magából tudósait, feltalálóit, szakembereit? Nem őrült balgaság az, hogy önfejű makacsággal elűzi azokat, akikért más országok versenyeznek? Mi ma a rabszolga, kedves Vas Albert? Nem, nem hord rabláncot, olykor inkább aranyláncot. Van mobilja, még autója is, nem kap korbácsot sem. És mégis rab, és mégis szolga. Rabja egy világrendszernek, amelyből nem tud, nem akar, nem képes kitörni, és amelyben kiszolgáltatott, hajszálon lóg a léte. És szolgál egy őt kihasználó, kizsákmányoló, aztán ejtő, aljas rendet, melynek alapelve a megfélemlítés. A klasszikus aténi demokráciában a rabszolgák nem szavazhattak. Miért? Ma szavazhatnak. A nyugatot gazdagító, gyarapító bevándorlók sem vehetnek részt annak az országnak a parlamenti választásain, képviselő választásain, amelyet pedig munkájukkal, eszükkel, kezükkel szolgálnak. Csak ha rendelkeznek állampolgársággal. Azt pedig megszerezni nem olyan könnyen, gyorsan megy. Erről gondoskodnak a nyugati liberális demokráciák, illetve a mögéjük rejtőzve uralkodó erők. Mink, maradók, helybenjárók pedig buzukik méltóságos hangjára eltöprenkhetünk azon, hogy mivel egyes fékevesztett és a balfékek, az aberrált liberáltak által serkentett menekültek senkit nem kímélnek már, most legalább Magyarország minden lakosa megtudja, milyen az, amikor az övénél napbarnitottabbak félemlítik meg, fosztják ki a saját földjén, portáján, házában, hazájában. Ennyi elégtétel nekünk is kijár. Cunami, masszív, rock'n'roll cumi balliberátoréknak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Kolozsvártól Marosvásárhelyig, a finnországi Hauhótól, mert ott is szeretik a világpanorámát, Nagy Tartsáig. Pénteken este magyar idő szerint várom Önöket, de nem árulom el, mivel hogy demokráciában élünk, és titkosítottam. Lesz miről beszélnünk. Lesz, csak az értés lesz. Majd megtudják pénteken. Viszontlátásra!